A koronavírus járvány negatív gazdasági hatásainak kompenzálása érdekében döntött arról a kormány, hogy támogatni kívánja a vidéki sportegyesületeket. Főként azokat, akik magas szakmai munkát végeznek térségükben, így kaphatott 70 millió forint támogatást az Egri Sportiskola Sportegyesület is, amit többek között informatikai fejlesztésre fordítanak majd. Sporteszközöket vásárolunk, sportszereket vásárolunk a gyerekeknek, lesz egy beruházás a Tekecsarnoknak a továbbfejlesztése, felújítása. Ugye a pandémia itt is rávilágított, hogy létesítményhíján van Eger városa. A támogatásról az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Sportegyesületek Országos Szövetsége döntött, így országosan 55 szervezet összesen 2 milliárd 106 millió forintot kapott. A támogatói okiratot hétfőn írták alá Egerben. A Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke Dajcs Tamás beszédében úgy fogalmazott, a vidéki szervezeteknek szükségük van az anyagi segítségre. Szerettük volna, hogyha ezáltal folytatódik a 2018-ban, 2019-ben elindított vidéki kiemelt sportegyesület támogatási program is, az akkor támogatást kapó egyesületek közül szinte mindenki most is a támogatott egyesületek sorában van, illetve 2021 első fele, az a 2020-ról 21-re halasztott tokiói olimpiai és paralimpiai felkészülés finise. A vidéki sportegyesületekben sportoló olimpikonok és paralimpikonok felkészülésének a véghajrájában is az anyagi segítség az elkél. Az elnök kiemelte, Eger a sport fővárosa, hiszen Kemény Ferenc neve összeforra városéval. Mirkóczi Ádám polgármester beszédében kiemelte, ez a támogatás az önkormányzatnak is nagy segítséget jelent. Ez elsősorban egy működési támogatás, ami egyébként nagyban hozzájárul az Egri önkormányzat költségvetésének javulásához is, hiszen a sportiskola az önkormányzat intézménye, és nem mindegy, hogy az önkormányzatot mennyire terheli le anyagi értelemben annak működése, és milyen támogatási forrásokhoz tud jutni. Én azt gondolom, hogy most ez a 70 millió forintos támogatás az jelentős terhet vesz le adott esetben az önkormányzatról, és azokról a szereplőkről, akik rendre évről évre gondoskodnak arról, hogy a sport egyesületeink, a sportoló gyermekek, edzők megfelelő módon és minőségben végezhessék a sporttevékenységüket. A polgármester továbbá kiemelte, számos sportcélú városi fejlesztést terveznek Egerben, többek között az érsekkerti rekordtáv futópálya kialakítását, ami hamarosan elkezdődhet, valamint a Bicskei Aladár úszoda korszerűsítését is szeretnék a közeljövőben megvalósítani.